Szlovákiában, vagy ahogy mi magyarok nevezzük, a felvidéken már több mint 100 000 vendégmunkás tartózkodik. Ezeknek a vendégmunkásoknak a döntő többsége ázsiai vendégmunkás. Mit üzen ez számunkra? Egyrészt akik az egységes, egy és oszthatatlan kárpát-medencei magyarságban gondolkodunk, nyilván nem lehetünk érzéketlenek az iránt, hogy mi folyik az elszakított területeken. Másrészt ez rámutat arra, hogy a vendégmunkások inváziójában nem csak Magyarország érintett, hanem teljes Kelet- és Közép-Európa, tehát ez egy összeurópai probléma, és látható az is, hogy a globális nagyvállalatok erősebbek, mint a különböző országok kormányai, akik közül sokan nem is akarnak természetesen ellenállni ezeknek a folyamatoknak. Láthatjuk, hogy itt Magyarországon a Fidesz a globális nagytőkével karöltve a munkaerőkölcsönző cégeken keresztül hogyan cseréli le a magyar dolgozókat ázsiai vendégmunkásokra. Ez tehát egy összeurópai probléma, amely összeurópai megoldást kíván, ugyanis ha ez így megy tovább, ez egyfajta lakosságcserét jelent, és Európa népei elveszítik népi és kulturális örökségüket, gyökerüket, fogalomalkotó lényegüket, vagy hogy így fogalmazzak, Európából egyre inkább visszaszorul a fehér ember. Ez tehát az egyik fontos tétje a június 9-i, a jövő vasárnapi EP választásoknak, és itt Magyarországon egyedül a Mi Hazánk mozgalom az, amelyik egy valódi nemzeti és antiglobalista utat képvisel, és bár egyre többen beszélnek a vendégmunkásokról itt Magyarországon is, például tegnap a köztelevízió vitájában, amelyet bár én nem neveznék valódi vitának a nevetséges feltételek miatt, minden esetre az EP listavezetők közül többen beszéltek a vendégmunkásokról. Csak hogy itt két fontos dolgot ki kell emelni mindenképpen. Az első, hogy egyik párt sem beszélt, és nem is beszélhet, és nem is mer beszélni arról, hogy a vendégmunkások inváziója végső soron hová vezet. Nyilván az első lépés az, hogy a magyar dolgozók bérét lenyomja, a magyarok külföldre való vándorlását felgyorsítja, de aztán, hogyha nem lesz magyar az országban, akkor néhány éven vagy évtizeden belül Budapest vagy akár a vidéki városaink úgy fognak kinézni, akár Iszlamabad vagy Új-Delhi. Erről csak a Mi Hazánk mozgalom beszél. A második pont, amiről mindenképpen szólni kell, hogy az EP választás kapcsán meg kell említeni, ki kell emelni, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy 4 politikai erő juttathat képviselőket Brüsszelbe, a Mi Hazánkon kívül van 3, a Fidesz-KDNP szövetsége, az MSZP-DK párbeszéd szövetsége és a Magyar Péter által vezetett Tisza párt. Csak hogy mi a közös ebben a 3 politikai formációban? Az, hogy lényegében végső soron mind a 3 globalista érdekeket szolgál. Nyilván látjuk, hogy a Fidesz az elmúlt években szinte tökélyre fejlesztette azt az Orbán Viktori felfogást, hogy ne azt nézzétek, amit mondok, hanem azt, amit teszek. Hát mi látjuk, hogy mit tesz, lecseréli a globális nagytőke érdekében a magyar dolgozókat vendégmunkásokra. Viszont a Magyar Péter által vezetett Tisza párt abba az áljobboldali európai néppártba igyekszik, amelynek egyik vezető prominense Ursula von der Leyen, talán az egyik legnagyobb globalista az európai politikában, a DK Európai Egyesült Államok víziója pedig egy multikulturális, sötét jövőképet fest le elénk, egy kevert társadalmat akarnak. Nagyon egyszerű tehát a választás ennek tükrében, jövő vasárnap, aki ellenzi a migráció valamennyi formáját, a vendégmunkások beáramlását is, a szavazzon a Mi Hazánk mozgalom listájára, és európai szövetségeseinkkel karöltve, reményeink szerint egy teljesen új frakciót létrehozva küzdeni fogunk a globalisták sötét tervei ellen, a nemzetek Európájáért, vagy, hogy így fogalmazzak, globalista diktatúra helyett magyar jövőt szeretnénk.